Pécs Városi Tőke Alap olvasható azon az üdvözlőképen, amivel várták az érdeklődőket az egyik pécsi hotel konferencia termében nemrég. A nyáron 3 milliárd forinttal indult vállalkozásfejlesztési lehetőség jelenlegi állásáról, lehetőségeiről számoltak be a vendégeknek. Körülbelül 25-30 megkeresésünk van ma különböző iparágakból, tehát van orvostechnológia, van építőipar, van kreatív ipar, de sok... Mondhatom, az gyártó kapacitással kapcsolatos javaslat, de még élelmiszerfeldolgozással kapcsolatos céggel is egyeztetünk. Azt gondolom, hogy a 25-30 sok, ugye üzleti terveket dolgoztatjuk ki, és ezekről dönteni fog majd előzetesen a Városfejlesztési ZRT egyeztetések során, hogy mi az, ami befogadható. Az első döntéseket még idén szeretnék meghozni, mondja az alpolgármester. A Városi Tőke Alap létrehozása még az előző önkormányzati ciklusban indult, mondta a helyi Fidesz frakció vezetője, aki tagja a befektetésekről döntő bizottságnak. Én is kíváncsian várom a munkát, ugye, mint a befektetési bizottság egyik tagja, várom az ötleteket és a javaslatokat, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen szektorban, illetőleg milyen típusú vállalkozásokban merültek fel azok az igények, hogy esetleg egy ilyen közös tulajdonú, átmenti közös tulajdonú konstrukción keresztül egy növekedést érjenek el, és valóban mondjuk a régiós vagy az országos piacra, vagy esetleg nemzetközi piacra is a pécsi vállalkozások eljuthassanak. A tőke alap úgy működik, hogy tulajdonrészt kapnak a befektetett pénzért cserébe. Ezzel a növekedni akaró vállalkozások olyan tőke injekcióhoz jutnak, amik segítik a fejlődésükben. A tulajdonrész átmenetileg kerül az alapbirtokába, hiszen a megnövekedett hozamból később visszavásárolható. 7 évre helyezik ki a pénzt, ennek mértéke a cégek nagyságától függ. 30 milliótól kezdődik, de 1 milliárd forintig is terjedhet. A pénzt állami forrásból biztosítja a Magyar Fejlesztési Bank az önkormányzatoknak. Az ország nagyvárosaiban hoztak létre tőkealapokat, úgy mint Debrecenben, Nyíregyházán, Székesfehérváron, Veszprémben, Kaposváron és Pécsett.